Egészségügyi témák a középkori kánonjogban. A Nyitott Egyetemben dr. Erdő Péter bíboros előadását láthatják. Tartsanak velünk! Hölgyeim és uraim! Egészségügyi témák a középkori egyházjogban. Mindenek előtt előre kell bocsátanom, hogy a középkori kánonjog nem törekedett arra, hogy az orvosi ismeretek tárházát kínálja az egyházi élet résztvevőinek. Ám a legfontosabb gyűjteményekben megjelenő ókori és középkori zsinati határozatok és pápai rendelkezések, vagy egyéb forrásokból merített részletek egészségügyi problémák egész sorára világítanak rá. A szövegek eredeti szándéka és a gyűjtemények összeállítóinak válogatási szempontja egyaránt az egyház fegyelmi életének szabályozása volt. Tehát az egészségügyi témák jogi, szervezeti hatásaikban, következményeikben jelentek meg, és így kerültek tárgyalásra. Rövid összeállításunkban egyrészt a Corpus Juris Canonici-ben szereplő szövegekre támaszkodunk, másrészt szem előtt tartottuk ezek fontosabb magyarázatait, valamint a kései középkor gyóntatói kézikönyveit, amely szintén részben jogi műfaj volt, illetve néhány újkori pestis könyvet is. Ez utóbbi műfajba tartoztak rövidebb, főként papoknak szóló útmutatók, orvosi és jogi vonatkozásokat egyaránt tartalmazó írások, de egészen részletes jogi traktátusok is, amelyek a járványok következtében kialakuló rendkívüli állapot szabályaival behatóan foglalkoztak. Nézzünk először egyes betegségeket. A lepra. A dekretális jog külön fejezetet szentel a leprások házasságának, Decon Iugio Leprosorum. Az alapelv minden esetre az, hogy a lepra fertőző betegség, és ezért a leprásoknak a jog szerint a többiektől elkülönítve kell lakniuk, nehogy megfertőzzék őket. Az időközben kapott lepra felbontja a jegyességet, de csupán az egészséges fél kérésére. Ez érvényes minden más igen súlyos betegségre is, hiszen az eljegyzés a későbbi házasságkötésre szóló általános kötelezettségvállalás volt, amely hallgatólag magában foglalta a feltételt, hogy ha csak valami súlyos körülmény közben nem jön. A már megkötött házasságot a később kapott lepra nem bontja fel. Aki viszont már leprába esett, köthet érvényes házasságot, ha talál olyat, aki vele házasságra kíván lépni. Ugyanakkor a lepra mentesíti az egészséges házasfelet a szexuális együttélés és az együtt lakás kötelezettségétől, mivel valószínű fertőzés veszélye fenyeget, de nem mentesíti a szükséges szolgáltatások kötelezettsége alól, mert ez nem olyan veszélyes. Ez utóbbi fogalom kiterjedhet a különféle anyagi juttatásokra, a személyes segítségnyújtás konkrét cselekményeinek körét viszont jogszabályi szinten úgy tűnik nem határozták meg pontosan. Ezen a téren a mérlegelés szempontja a fertőzés veszélyének nagysága. Ha a pap leprába esik, nem gyakorolhat vezető tisztséget az egyházban, mikor ebből botrány vagy a nép utálkozása származik. Azonban amíg él, a szükséges dolgokat meg kell adni neki az illető egyház képességei és anyagi helyzete szerint. Titokban misészhet, ha ez botrány nélkül lehetséges. Ha a leprás pap egy templom igazgatója vagy akár plébánosa, kisegítőt, koadjutort kell adni neki, aki a lelki gondozást végzi, és akiről az adott egyház javaiból, vagyis például a plébánia javadalmából méltó módon gondoskodni kell. Ebben az összefüggésben is világos a javadalmi rendszer logikája. Eszerint a javadalomból származó bevétel nem egyszerű munkabér vagy a papi szolgálat ellenértéke volt, hanem annak a felelősségnek az elismerése, amellyel a javadalmas tartozott a lelkipásztori szolgálat ellátására. A pestis. Mint említettük, a pestis járványok a rendkívüli intézkedések egész sorát tették szükségessé a kései középkor társadalmában. A rezidenciális javadalommal, vagyis a helyben lakás kötelezettségével járó egyházi tisztséggel rendelkező klerikusok
főszabály szerint nem hagyhatták el a járvány közelettének hírére a szolgálati helyüket. Sőt, a megfelelő óvatosság megtartásával egészséges és beteg híveik szolgálatára kellett állniuk. Ilyen helyzetben nem mondhattak le hivatalukról, és nem vehették igénybe az állomás helyüktől való két havi távollét lehetőségét, amelyet egyébként a trentói zsinat engedélyezett számukra. A plébánosok saját kötelezettségei közé tartozott pestis idején a szentségek helyes kiszolgáltatása. Ez adott esetben más formában történhetett, mint rendes körülmények között. Járvány idején, legalábbis az újkorban, megengedett volt, hogy a pap az áldoztatáskor papírlapra, kenyérre vagy pohárba tegye az oltári szentséget, amit aztán a beteg vett magához. Hasonlóképpen a betegek kenetének kiszolgáltatása során lehetőség volt arra, hogy egy hosszú rúd végére erősített vattával az ablakon benyúlva kenjék meg a beteget. Ahol pedig sok súlyos beteg és haldokló egyetlen teremben volt elhelyezve, egyetlen közös feloldozás is elegendő volt. Az szinte természetes, hogy a javadalmi rendszer logikája szerint a papokban is felmerült a kísértés, hogy járvány idejére helyettest állítsanak maguknak, ennek a megengedett és meg nem engedett eseteivel is foglalkozott az egyházjogi szakirodalom. Arra is volt gondja az egyházjogászoknak, hogy tisztázzák, milyen szerződéssel kell rendelkeznie egy orvosnak, hogy a járvány hírére ne menekülhessen el, hanem köteles legyen helyben maradni. Ugyancsak külön szabályok vonatkoztak a végrendeletek érvényességére pestis idején. Sajátos rendelkezések voltak érvényben ilyenkor a kölcsönre és a bérbeadásra nézve is. Ezekben az esetekben a pestis és a háború időszaka azonos megítélés alá esett. Járvány idején az egészségügyi hatóság rendkívüli illetékességgel rendelkezett az egyébként mentességet élvező helyek és személyek vonatkozásában is, vagyis viszonylag széleskörű hatalma volt a templomok, a monostorok és az egyházi személyek felett. A betegekért való fáradozás ilyenkor hősiességet kívánt. Sokan vértanúnak tekintették azokat, akik a pestises betegek ápolásáért az életüket adták. Vakság, testi fogyatékosság. Bizonyos fajta testi fogyatékosságokat a kánonjog abból a szempontból értékel, hogy csökkentik a papi szolgálatra való alkalmasságot. Örökös szentelési akadály volt a súlyos rútság, amely nevetségességet vagy irtózatot okoz, különösen pedig a szem, főleg az oltár bal oldalán elhelyezett misekönyv olvasásához szükséges bal szem, az oculus canonicus hiánya. Már a IV. Században keletkezett apostoli kánonok néven ismert szabályegyüttes kimondta, hogy idézem, ha egy beteg, látássérült vagy nyomorék méltó a püspökségre, fogadják el, mert a test hiányosságai nem tudják az embert beszennyezni, hanem csak is a lélek foltjai, idézet vége. Ugyanakkor elrendeli, hogy, újraidézett, a süket néma vagy a vak ne legyen püspök, nem mintha szennyes volna, hanem hogy az egyház ügyei kárt ne szenvedjenek, idézet vége. A testi fogyatékossággal rendelkezők felszentelésének tilalmát a Decretum Graziani Gelasius pápának egy 494-ben kelt levele alapján mondja ki. Szentelésük lehetőségéről 9. Gergely pápa dekretális gyűjteményében egy külön fejezet tárgyal. Testi hibával rendelkezőnek a felszentelés tekintetében azokat nevezték, akik csonkák voltak, vagyis valamilyen testrészük hiányzott, vagy béna volt, vagy vakok voltak. Ezeknek a személyeknek a felszentelését két okból tiltották. Egyrészt azért, mert nem tudták elvégezni a papi funkciókat, másrészt pedig, mert megjelenésükkel megbotránkozást keltettek. Különösen hangsúlyozták a szerzők, hogy bármilyen okból ered is, ha valaki nem képes arra, hogy a szentostját megtörje, vagy a kelyhet megtartsa, nem szentelhető pappá. Ha pedig szentelése után válik ilyenné, akkor a továbbiakban tilos számára a papi szolgálat. Az a pap például,
aki a tenyerének a felét és két ujját elveszítette, nem misézhetett, de más papi funkciókat elláthatott, például gyóntathatott is. Általános elfként tartották szem előtt, hogy ha a fogyatékosság kismértékű vagy nem látható, és nem maga a papságra jelentkező idézte azt elő megfelelő ok nélkül, akkor nem akadálya a szentelésnek. Egyes szerzők külön szólnak a felmentés lehetőségéről, például megjegyzik, hogy szerzetes pap felmentés alapján falábbal is misézhet. Különböző elmebetegségek, pszichés betegségek és neuropátiák is a felszentelés akadályát képezték. Központi fogalom volt az őrült, vagyis a furiózus kategóriája. Maga a kifejezés a dühöngésre utal. Az ilyen értelemben vett őrültekről jelentették ki, hogy nem tehetnek vallomást, illetve szerzetesi fogadalmat, és nem vállalhatnak kötelezettséget sem Isten, sem az emberek előtt, mivel az egészséges elmét kíván, amivel pedig az ilyen beteg nem rendelkezik. Az ilyen személy büntetőjogi értelemben sem beszámítható, mégpedig sem a bűnösség, sem a büntethetőség szempontjából. Hogy megkeresztelhető-e, arra nézve az ősi alapelv az volt, hogy az őrültek és az eszük használatával születésük óta nem rendelkezők, akiknek világos pillanataik sincsenek, ugyanúgy megkeresztelhetők, mint a kisgyermekek tekintettel az egyház hitére. Azok az elmebetegek viszont, akik korábban épelméjűek voltak, akkor keresztelhetők meg, ha abban az időben, amikor értelmüket használták, szándékukban állt a keresztség felvétele. Az ilyeneket később, ha megőrültek is, akár akaratuk ellenére is meg kellett keresztelni. A korabeli szemlélet szerint az őrülttől valamelyest különbözött a lelki beteg. Aquinói Szent Tamás nyomán azt tartották ilyen betegnek, akinek a lelke sajátos tevékenységében a lélek különböző részeinek rendetlen együttműködése miatt akadályozva volt. Ez utóbbi megjegyzést a filozófiai lélektan fogalmai alapján úgy értették, hogy ezek a lelki zavarok abból fakadnak, hogy a haragvó és a vágyó lélek a szenvedélyek hatására nincs alárendelve az értelemnek, és ilyenkor vétkezik. Természetesen bűn, főként halálos bűn csak akkor valósul meg, ha a bűnös tetthez az értelem megfontolt beleegyezése járul. Amikor azonban a lelki betegség teljesen akaratunkon kívül működik, ez mentesít a halálos bűntől. Impotencia. A középkori egyházokban jelentős figyelmet szenteltek az impotencia témájának, hiszen alapelvként fogalmazódott meg, hogy a házasságkötés előtt meglévő, azaz megelőző, és örökös, azaz gyógyíthatatlan, vagyis erkölcsileg megengedhető eszközökkel nem gyógyítható közösülési képtelenség érvénytelenné teszi a házasságot. Ennek a házassági akadálynak a leírásakor a szerzők hangsúlyozták, hogy mindig érvényteleníti a házasságot, akár belső okból származik, azaz mai fogalmaink szerint betegség, akár külső okból származik. Ez utóbbi külső okon elsősorban a megbabonázást, a maleficiumot értették. A kései középkorban a frigiditáson az abszolút impotenciát értették, vagyis a bárkivel való viszonyban fennálló teljes képtelenséget, a maleficium viszont a relatív impotenciára vonatkozott. Ezért jelenthették ki, idézem, aki frigid az egyik személy vonatkozásában, az frigid a másik viszonylatában is. Akit viszont megbabonáztak, annak az első házasság érvénytelenségének kimondása után engedélyt adnak, hogy újabb házasságot kössön, akivel akar. Mivel, bár nem képes egy bizonyos személlyel a házassági aktusra, képes lehet rá mással. Idézet vége. Ezt a fajta megrontást, vagyis a relatív impotenciát az első házasságra nézve szintén örökös, azaz érvénytelenítő házassági akadálynak minősítették, mivel úgy tartották, hogy csakis boszorkánsággal, vagyis démoni közreműködéssel lehet feloldani. Ez pedig sohasem megengedett. A démoni hatás azonban már a középkorban sem tűnt mindenki számára meggyőző magyarázatnak, vagy a gyógyíthatatlanság bizonyítékának. IV. Ince pápa nagy kánonjogi kommentárjában kijelenti,
idézem, jobbnak látszik, hogy megbabonázás miatt egyetlen házaspárt se válasszanak el. Ezzel azonban a szerzők nem kis része nem értett egyet. Elvileg hangsúlyozták, hogy Isten megengedheti az ördögnek, hogy ezen a téren az emberen erőt vegyen. A 20. század kezdetére nagy történelmi áttekintés alapján állapítják meg a kánonjogi szerzők, hogy ebben a tekintetben, idézem, semmilyen boszorkányokról vagy bűbájosokról valaha mesélt történetnek nem tulajdoníthatunk hitelt, írja Franz Xaver Werns, aki a 20. század elején a jezsuita rend generálisa volt. Az örökös impotencia bizonyítására nem ritkán meghatározott idejű együtt lakást rendeltek el a felek között. Ez általában 3 évet jelentett. Ha ez alatt sem hálták el a házasságot, a feleket elválasztották. A 15. század végén az ilyen címen indított házassági perekben már orvos szakértő véleményét vették igénybe. Alkoholfüggőség. Már az új szövetség szól arról a helyzetről, amikor valaki nem csupán részeg, hanem szokása a részegeskedés. A püspökségre való kiválasztás egyik alapvető ismérve volt, hogy az illető ne legyen iszákos, ahogyan a Timóteusnak írt első levélben már olvassuk. A kánonjog magát a részegséget is büntette klerikusok esetében. Egyes rendelkezések azonban kifejezetten a függőségre vonatkoztak. Idézem. Az a püspök, pap vagy diákonus, aki a kocka játék vagy a részegeskedés rabja. Alei atque ebrietati de serviens. Vagy hagyjon fel vele, vagy fokozzák le. Fogalmaz már az apostoli kánonok előírása. Az alacsonyabb rendekben lévő klerikusokat és a világiakat ugyanezért kizárással, a közösségtől, illetve az eukarisztiától való eltiltással büntették. Ezt a rendelkezést Gracianus dekrétuma is tartalmazza. Az újkorban aztán a nagy földrajzi felfedezések hatására felfigyeltek arra is, hogy bizonyos népekre az alkohol erősebben hat, mint az európaiakra, sőt, az európaiaknál könnyebben válnak függővé. 14. Lajos korában Párizsban a Sorbonne teológus, egyházjogász és civil jogász professzoraiból álló lelkiismereti tanács, a Conseil de Conscience működött, amely az állami és egyházi hatóságok számára erkölcsi és jogi állásfoglalásokat fogalmazott meg. A tanács egy 1662-ben kiadott döntését megerősítve és részletezve 1675-ben válaszolt arra a kérdésre, hogy szabad-e égetett szeszt eladni a kanadai indiánoknak. Hosszú tapasztalat alapján tényként állapította meg, hogy a kanadai benszülötteknek, idézem, olyan erős hajlamuk van a részegeskedésre, hogy pálinkából nem akarnak elfogadni kevesebbet, mint amennyi elegendő a lerészegedéshez, ezért nem akarnak más italok vásárlásáról tárgyalni sem, amíg pálinkához juthatnak, mert az gyorsabban és erősebben lerészegíti őket. Idézet vége. Feltűnő, hogy a borból készült égetett szeszt részesítik előnyben az új Hollandiából beszerezhető gabonából készült pálinkával szemben, mert erősebb és gyorsabban be lehet rúgni tőle. Megfigyelték azt is, hogy ezek a benszülöttek addig nem józanodnak ki, amíg van mit inniuk, és hogy minden alkalommal lerészegednek, ha módjuk van rá. Ittas állapotban pedig borzalmas bűncselekményeket követnek el. Megállapították, hogy, idézem, az új Franciaországban élő benszülöttek maguk mindig is annyira megvoltak győződve erről a gyengeségükről, hogy főnökeik gyakran kérvényt nyújtottak be a kormányzókhoz és a tanácshoz, hogy tiltsák meg közöttük a pálinka értékesítését, mert hosszú tapasztalatuk volt azokról a nagy bajokról, amelyeket ez az ital a körükben okozott. Idézet vége. A helyzet leírása érzékelteti, hogy a francia hatóságoknak reagálniuk kellett arra, amit ma az alkohollal szembeni gyengébb genetikai ellenálló képességnek nevezhetnénk. A kánonjogászok indokoltnak tartották, hogy a püspök az ilyen cikkekkel kereskedőket egyházi cenzúrákkal sújtsa, a bűnt magát pedig fenntartott esetnek minősítse, ami alól a gyóntató papok nem adhattak feloldozást,
hanem csak maga a püspök vagy megbízottja. Betegség általában. A betegséget fontos indoknak tartották arra is, hogy valaki lemondjon egyházi hivataláról, vagy akadályozottnak minősüljön a hivatal ellátásában. Külön címet szentel 9. Gergely dekretális gyűjteménye a beteg és elgyengült klerikusok témájának. A pápai kancellária szabályai szintén foglalkoznak a javadalmasok betegségének kérdésével, amely alkalmatlanná teszi őket szolgálatuk ellátására. Betegség címén lehetséges volt a lemondás az egyházi javadalomról, ám 9. Bonifác pápa regulája hangsúlyozza, hogy annak a betegnek a lemondása, aki a lemondás után 20 napon belül ugyanabban a betegségben meghal, érvénytelennek tekintendő, és a javadalmat úgy kell betölteni, mintha halálozással ürült volna meg. Ezt a szabályt a későbbi pápák is megújították. A betegség kellő igazolásul szolgált a kanonokoknak ahhoz, hogy bár nem tudtak részt venni a közös zsolozsma elimádkozásában, mégis jogosultak legyenek a megfelelő díjazásra, a napi kórus osztalékra, az orvosok. A korai középkorban udvari orvosok működtek a fejedelmek környezetében. De orvoslás folyt a kolostorokban is, ahol ezt a munkát a segítő szeretet cselekedetének tartották. Elsősorban a saját betegeik, vagyis a beteg szerzetesek részére tartottak fel külön betegszobát, oda beosztott betegápolókkal, ahogyan ezt már Szent Benedek regulája is előírta. De a Szent Galleni kolostorban talált tervrajz szerint, amely egy ideális kolostor képét vázolja fel, a klauzúrán kívül is volt külön épület a súlyosan beteg világiak részére, valamint egy külön kert, ahol gyógynövényeket termeltek. A korai középkorban az orvosok képzése személyes jellegű volt, és többnyire kolostori és káptalani iskolák mellett történt. Salernóban a 11. században a katedrálisi iskolához kapcsolódva fejlődött az orvosképzés. Ezek az orvosok többnyire valamilyen fokozatban lévő klerikusok vagy akár szerzetesek voltak. A 12. századtól erősödött a világiak jelenléte, a tananyagban pedig az arab és a görög orvostudomány ismeretei kerültek előtérbe. Az orvos hivatása elvált a gyógyszerészétől, ez a folyamat pedig azt eredményezte, hogy a 13.-14. században az olasz egyetemeken, a 13. első század első felétől Párizsban külön egyetemi fakultáson képezték az orvosokat. Második Ruggiero szicíliai király 1140-ben, majd második Frigyes császár 1231 és 1240 között orvosi rendtartást bocsátottak ki. Megjelent a Doctor Medicinae cím az egyetemi végzettségű orvosok megjelölésére. 1281-től a német városok fizetett városi orvost alkalmaztak. A sebész foglalkozása a középkorban különbözött az orvosétól. Bár a 12. század végétől Salernóban, a 13. század végétől Bolognában és másutt az egyetemekhez kapcsolódva képezték őket. Sok helyütt nem egyetem, de bizonyos mértékig azt utánzó intézmény működött az alacsonyabb képesítésű seborvosok, felcserek, borbélyok képzésére. A 12. századtól a sebészek kezdtek külön szakmai szervezetekbe tömörülni. A 13. századtól főként a német területen megjelentek a városok által alkalmazott sebészek is. A 4. lateráni zsinat 1215-ben megtiltotta, hogy a nagyobb rendekben lévő klerikusok a sebészi munkának azt a részét gyakorolják, amelynek során égetést vagy vágást alkalmaznak. Az orvosokat vagy a sebészeket, ha rendszeresen gyakorolták hivatásukat, nem lehetett pappá szentelni. Ezek a foglalkozások ugyanis szentelési szabálytalanságot jelentettek a szelídség hiánya miatt. 9. Gergely dekretális gyűjteményében az erről szóló fejezet a szándékos és véletlen emberölésről szóló egységben helyezkedik el. Jellemző, hogy doktorátus megszerzését vagy odaítélését elégtelen tudás alapján akkor tartották halálos bűnnek, ha a doktori címet orvostudományból vagy teológiából adták.
hiszen ez mások testi vagy lelki életét veszélyeztette. Egyes szerzők ehhez hozzáfűzték, hogy a járatlanoknak adott jogi doktorátus is nagy bajokat okozhat az ügyfeleknek. Hát lehetne még sorolni a témákat, hogy a kórházakról, temetőkről, holttesteknek a kezeléséről szintén részletes előírások rendelkeztek. Azonban az eddigiekből is egyértelmű, hogy az egyházi törvényhozást és jogalkalmazást ezekben a kérdésekben integrális szemlélet jellemezte. Vagyis egyszerre kívántak gondoskodni magának a közösségnek, főleg az egyházi közösségnek a rendjéről és az egyes személyek fizikai és lelki javáról. A különböző kérdéseket természetesen mindig úgy közelítették meg, ahogyan az adott kor természettudományos gondolkodása a helyzetek jellegét és a veszélyeket értékelte. Ebből vonták le aztán egyrészt a keresztény vallási elvek, másrészt a gyakran még ókori eredetű jogi alapelvek fényében a megfelelő következtetéseket. A jogi szabályozás akkor is, mint napjainkban, követte a természettudományos felismeréseket, ez azonban nem díszkíséretet jelentett, hanem a szaktudományok eredményeinek emberhez méltó alkalmazását egyén és közösség életében. Köszönöm szépen a figyelmet!